Köszöntöm Önöket, az Egészségmentén című magazin műsorunkat látják. 1992-től augusztus 1-én tartják világszerte az anyateljes táplálás napját. Rákosmentén azonban csak október közepén került sor az ehhez kapcsolódó rendezvény megszervezésére, tekintettel a nyári nagy melegre és az ezzel járó nehézségekre. Mai adásunkban a Vigyázó Sándor Művelődési Házban tartott programról és az anyatej fontosságáról beszélgetünk. Vendégem Ács Rozália, a Rákosmenti Védőnői Szolgálat intézmény vezetője, köszöntöm a stúdióban. Én is köszöntöm a kedves nézőket, és nagyon köszönöm a meghívást, és azt, hogy erről bővebben is tudunk beszélgetni. Miért tartják fontosnak itt Rákosmentén is megszervezni ezt a rendezvényt? Hogy felhívjuk a figyelmet az anyateljes szoptatás fontosságára. Egyrészt az anyatej fantasztikus összetételére, másrészt az anyatej, mint lélek, mint szihés kapcsolatára, és hogy a szoptatás az egy olyan hamuba sült pogácsát tud adni a gyermeknek, ami élete végéig elkíséri. És azért szeretnénk, ha gyerekeink egészségben maradnának, de hát ez egy tanulandó dolog a mai korba már. Hogyan zajlott idén ez a rendezvény? Milyen programokkal várták az érdeklődőket? Szerettünk volna mindenféle érdekes bemutatót tartani, ami az otthon lévő édesanyákat érdekli, illetve kapcsolódik a szoptatás témájához is. Voltak itt ellátási formák, hogy milyen juttatásokat lehet igénybe venni, játszósarok a gyerekeknek, és volt előadás, anyaság főállásba. Tehát erről, hogy érezzék az anyák, hogy ők most a társadalomnak egy olyan fontos munkáját töltik be, amit nem lehet megfizetni. Egyrészt azt, hogy táplálják, szoptatják a gyermekeket, másrészt, hogy otthon vannak, foglalkoznak velük, tehát adnak a jövő generációnak. Miért fontos hangsúlyozni a mai világban az anyateljes táplálást? Van esetleg olyan édesanyja, aki nem így szeretné etetni gyermekét? Mi a statisztikákat tudna mondani ezzel kapcsolatban? Nagyon sok kezdeményezés akkor éli világát, mikor egy alulról jövő kezdeményezés születik, és azt tud kiteljesedni. Szerencsére az anyateljes táplálásnál is ez így történt. Figyelmesek lettek arra, hogy a 70-es években körülbelül az anyáknak csak a 30%-a szoptat. És akkor az édesanyák azt mondták, hogy ez nem mehet így tovább. Másrészt annyira kiteljesedett a tápszeres világ, hogy ez már tulajdonképpen egy jó kereskedelmi fogás is volt, és azt gondolták, hogy ezt lehet pótolni. De hát a természetes dolgot, azt ugye tudjuk, nem tudnak minket becsapni, az soha nem lehet utánozni, soha nem lehet pótolni, mert az anyatej az egy élő anyag. És 90-es években elindult egy ilyen lobby, hogy ezt állítsuk vissza egy megfelelő statisztikába, és ahogy elindultak ezek a kezdeményezések, már olyan 97 körül ezt egy ilyen 49%-ra sikerült feltornázni, ezt a statisztikai számot. Napjainkban meg tulajdonképpen már ott van körülbelül 65-70%-os szoptatásnál. Ez nem csak magyarországi kezdeményezés volt, hanem ez az egész világon elindult, mert valamikor régen ugye az emberiség csak nem halt ki, amikor tápszer még nem volt, és erre gondoltak, hogy hát ezt újra meg kéne tanulni, hogy mi az a tematika. A szoptatásnak ma már óriási tudományos ismeretanyaga van, amit egy úgymond IBCM szoptatási szaktanácsadók is tudnak még oktatni, de természetesen akik a legközelebb vannak az édesanyákhoz, a védőnők, a gyerekorvosok, erről nagyon pontos és jó információt kell, hogy tudjanak adni. Egy-egy érvet, hogyha fel lehetne sorolni, hogy miért is fontos ez? Miért fontos? Először is azt mondanám meg, hogy miért kell újra tanulni. Azért, mert sokszor azt gondolják, hogy a várandóság az egy szuper, és milyen jól érzem, mindenki kérdezi, hogy vagyok, mint vagyok, és aztán megszületik a gyerek, és akkor jönnek a fájdalmak. Illetve akkor már nem az édesanyára figyelnek, hanem a gyermekre. Az édesanyának meg ez néha egy fárasztó dolog. Az összetételét azt fölösleges mondani,
hogy mennyi szénhidrát és milyen immunglobulinok vannak benne, mert ez önmagáról szól, de értelmesebbek, érzelmileg magabiztosak. Vagy például, hogyha azt mondjuk, hogy kánikulába szükséges-e a csecsemőknek adni vizet? Ugye, mert nekünk mondják, hogy ígyünk vizet. Nem, mert az anyatej az élettani sóoldat. Tehát az azt jelenti, hogy az anya szervezetét is például érik a kánikula, és olyan összetétülő anyatejet készít a baba számára, ami a kánikulába a számára legmegfelelőbb. Egy ilyen védő filc anyaggal vonja be a beleket, a gyomrot, és nem engedi, hogy kiszáradjon a baba. Míg, hogyha egy anyatejes babának ilyenkor vizet adunk, akkor tulajdonképpen ezt a védő filc réteget mossuk le, és tulajdonképpen vesét dolgoztati, meg kipisüli. Tehát az anyateljes táplálás tökéletes. És meddig ilyen tökéletes? Tehát körülbelül hány hónapos baba az akkor, amikor már ki lehet egészíteni a táplálékát, akár tápszerekkel vagy vízzel? Azt mondjuk, és a WHO és a UNICEF is azt mondja, hogy minimum fél éves korig kizárólag anyatejet. Tehát az azt jelenti, hogy sem gyümölcsöt, sem vizet, tejákat, semmit ne adjunk a babának, csak anyatejet. És azt mondja, hogy legalább 2 éves korig szoptassuk a babákat, és nagyon sokszor ez az utóbbi még azért nem valósul meg, mert mikor már 1 éves korú, akkor azt mondják, hogy ó, de nagy már, már nem kéne szopnia. Holott, ha megnézzük az anyatej összetételét, például immunanyagok nem is az újszülöttnél vannak a legtöbb az anyatejbe, hanem mikor csúszik, mászik a gyerek, tehát mindent megfog. Tehát nagyon fontos például 1 éves kor körül is még az anyatej. És mi a helyzet abban az esetben, hogyha az édesanyának nincsen teje, milyen házi praktikák vannak, hogy beindítsa ezt a termelést? Ezt is tudjuk pontosan, tudományosan, statisztikákkal, hogy az anyák 97%-a képes anatómiailag a szoptatásra. Ezért kell újra tanítanunk, mert rengeteg gátló tényező van. Egyrészt ugye a szoptatásunkban benne van még a nagymamáink szoptatása is, tehát egy tudatalatti folyamat. Az én anyukám se szoptatott, neki se volt elég teje, vagy a félelmek, vagy egy rossz testtartás, vagy egy kellemetlen szülési élmény. Sok-sok apró dolog lehet abba, hogy ő aztán azt mondja, hogy nincs teje, vagy kellő ismerethiány. Ugyanis az anyatej az nem egy hűtő, vagy egy mell, az nem egy hűtőszekrény, hogy én megszoptatom, elég volt, és aztán 3 órát pihen, és akkor megint. Hanem úgy, mint a köldökzsinóron át, ugye ott 24 órán keresztül megy megfelelő adagba, irányítja a szervezet, az a köldökzsinóron a megfelelő táplálékot. Most az anyatej is így van, hogy egy igény szerinti szoptatás. És ilyenkor vissza szoktak kérdezni az anyák, hogy jó, és akkor hány óránként hány grammot? És mondom, hogy igény szerint. Tehát egyik babának így, másik babának úgy, egyik napszakban így, másik napszakban úgy. És az a fantasztikus, és honnét tudja az anyatej, hogy kedden ilyen összetétel kell, szerdán olyan összetétel, ha hidegebb van, ilyen összetétel. Tehát annyira automatikus, amit még nem tudunk megfejteni, hogy milyen visszajelzések vannak erre. Tehát tulajdonképpen csak azt tudom ismételni, hogy tökéletes. És hogy az anyák nem tudnak szoptatni. A mai magyar kórházak, most már nagyon sok, úgymond egy bababarát kórház, aki ezeket az elveket tartja. És az anyák 90%-a Magyarországon elkezdi a szoptatást, és szoptat. Európában ez csak 60%. Tehát megint van egy magyar dolog, hogyha mi összefogunk, és valamit akarunk, és rászánjuk, akkor megint egy jó eredményt tudunk elérni, és tudjuk támogatni így az anyákat. A szoptatás, azért mondtam, hogy tanulandó, azt a hasonlatot érdemes használni, vagy ezt szeretem, hogy ez olyan, mint mikor két kezdő
tanul egy tandembiciklin egyszerre. Tehát ne várjuk el, hogy ilyen tökéletes legyen, hanem adjuk meg a lehetőséget a tanulási időszakra. És az édesanyának fontos, hogy ebben az időszakban mit eszik, mit iszik? Az összetételén az anyatejnek ez változtat-e, és ha igen, mennyiben és hogyan? Valamilyen szinten igen, de nem ez termeli az anyatejet, hanem a kereslet és a kínálat. Tehát, hogyha ez a baba sokat mellem van, sokat szopik, akkor egy olyan ingert ad az idegrendszernek, az agynak, hogy kérem szépen tessék többet termelni, mert nagy a kereslet. Ha nem szoptat, meg éjszaka nem szoptat, akkor azt mondja, hogy hát tele van a mell, nem szükséges annyira szoptatni. Tehát nagyon fontos, hogy milyen működési elveket teszünk ebbe bele. És az édesanyák hogyan tudnak egymásnak segíteni? Mit jelent az, hogy tejtestvér? Ketté bontanám. Az anyák tudnak a legjobban segíteni egymásnak, mert ő saját bőrén érzi azt, hogy én azt gondoltam, hogy kevés a tej, de aztán ráálltunk arra, hogy sokat szoptattunk, vagy nem adtam fel, tehát egy saját élményű megtapasztalása lesz, és utána pedig az a megtapasztalás, hogy sikerült, és csodálatosan fejlődik a babám szépen, és egy ilyen anya az sokkal hitelesebb néha, mint egy szakember. Ugye a szakember elmondja, és mondja, hogy hát könyvből mondta, meg könyvből tanulta, bár ugye ők is azért gyakorló anyák, a védőnők, de amikor látja, hogy őnek is sikerült, akkor azok az anyák tulajdonképpen szeretnének segíteni a másiknak is, és elmondják, hogy ne add fel, én se adtam fel, nekem is fájt, nekem is voltak nehézségeim, de túljutottunk azon a hullámvölgyön, és akkor utána sokkal jobb lett. Hogy mi az, hogy tejtestvér? Az anyatej, ugye kereslet-kínálat függvényébe termelődik, és az az anya, aki nekiáll, és úgy gondolja, hogy neki még több teje van, vagy szeretné növelni, az nekiáll fejni, tehát a fölösleget tulajdonképpen leadja. Egy kerületünkben működik a Ferihegyi 81-be, egy anyatejgyűjtő állomás, ahová be lehet hozni a lefejt anyatejet, és ezt igen magas összegért megvásárolják, és ez egy nagyon jó gyedgyes kiegészítő is tulajdonképpen, és arról nem beszélve, hogy humán fehérje, tehát emberi fehérje. Tehát a másik babának is egy életet jelentő dolog, mert tele van immunanyaggal és mindenfélével. Ez természetesen megelőzik nagyon sok vizsgálat, hogy az anya egészséges legyen, a tejet is bevizsgálják, és akkor így kaphatják meg az igény szerint, ezt a gyerekorvos szokta felírni tulajdonképpen ilyen receptre, hogy koraszülőt, vagy valami probléma van, vagy nincs, nem tud annyira anyatejhez hozzájutni, saját anyatejhez a baba, és akkor úgymond egy női tejet kap, tehát egy másik anya felajánlja tulajdonképpen az anyatejét egy olyan babának, aki nem tud ehhez hozzájutni, és a kis bocinak ugye a tehén tej összetétele készül, az embernek meg a női tej összetétele készül, és meg tudja ezt a női tejet kapni. Illetve ebben a témában meg kell említenünk, hogy az édesapák szerepét is, ők hogyan tudják támogatni az édesanyát, és mit tudnak segíteni a szoptatás körül? Nagyon jó, hogy a mai modern édesapák, azok egy nem szégyellősen elvonuló édesapák, hanem aktív részesei kezdenek lenni a családnak, és nagyon fontos az ő támogató szerepük. Mert az az apa, aki azt mondja a párjának, hogy olyan nagy öröm látni, ahogy szoptatsz, vagy olyan szépek vagytok, olyan nemes az arcod, amikor szoptatsz, akkor az anya egy önbizalmat kap. Azért, mert mi nők tulajdonképpen szeretünk szépek lenni,
és egy otthon levő édesanyja, aki szoptat, az sokszor kicsit rombolódik az önképe, és azt hiszi, hogy nem szép, azt gondolja, hogy a melle majd csúnyább lesz, meg megváltozik, holott ez nem igaz, mert a kötőszövet állomány már nem változik, nem romlik attól, hogy anyatejet termel a mell, és egy apa, egy férfi társ, egy szeretőtársnak a biztatása az igenis, hogy nagyba befolyásolja az anya szoptatási kedvét, azt, hogy büszke legyen rá, és még említeném az ünnepségnek az egyik fontos részét, hogy azok az édesanyák, akik sikeresen, sokáig jól szoptattak, azokat oklevéllel tüntettük ki. Tehát, hogy érezzék, hogy ez egy kitüntetés. Ezért kitüntetés jár, mert ő többet tesz ezzel a társadalomnak, a jövő generációnak, mint hogyha napi 8 órában bármit is robotolna, mert kevesebb megbetegedés lesz, kevesebb pszichés probléma lesz, és hát akkor ez összeadódik. Tehát egy kiegyensúlyozottabb világba tudnak majd a gyerekek élni. Hát reméljük, hogy ez így lesz, és hogy most sokaknak felnyitottuk a szemét a témában. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva újabb témával jelentkezünk, addig is vigyázzanak egészségükre. Viszontlátásra!